Az utolsó pillanatban, de megérkezett az értesítés az önkormányzathoz, idén is fogadhatnak diákmunkásokat a nyáron, vagyis hamarosan elkezdhetik a munkát olyan fiatalok, akik már korábban, bízva abban, hogy idén is lesz ilyen lehetőség, jelentkeztek. Ez tulajdonképpen úgy működik, hogy az önkormányzat bead egy kérelmet, ugye a Pest Vármegyé Kormányhivatal foglalkoztatási osztályához 24 gyerek foglalkoztatására kaptunk lehetőséget, ez azt jelenti, hogy júliusban 13 gyerek, augusztusban pedig 11 gyerek fog nálunk nyári diákmunkát ellátni. Kik azok a gyerekek, akik ezen részt vehetnek, azok, akik a 16 évet betöltötték, de a 25 évet még nem érték el, és nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, kell ugye iskolatlátogatási igazolás, diákigazolvány, személyes okmányok. Fontos, hogy aki a későbbiekben szeretne ilyen diák vállalni, a foglalkoztatási osztálynál nyilvántartásba kell vetetnie magát. Ez feltétel. Azt mondja a jogszabály, hogy napi legfeljebb 6 órában lehet őket foglalkoztatni, ezért szakképzettséget nem igénylő munkabér is jár nekik. Akkor, hogyha 6 órát foglalkoztatjuk őket naponta, akkor ez, mindjárt gondolkodok, bruttó 174 ezer forint lehet személyenként. Amit csinálnak tulajdonképpen, amit a korábbi években is a gyerekek, az azt jelenti, hogy vízosztás, hogyha kánikula van, szkennelnek, fénymásolnak, borítékot töltenek ki nagyjából. Ez de szerintem nagyon fontosak az első munkatapasztalatok az életbe. Hiszen szokhatják a munkahelyi légkört és a fegyelmet nem mellesleg, jól jön a pénz is a fiataloknak. Jelentkezni erre a nyára már nem érdemes, de a következőre igen, és minél hamarabb. Azok a gyerekek, akik valamilyen szinten részt akarnak ebbe venni, már rég regisztráltatták magukat. Tehát mi gyakorlatilag azok a gyerekek közül válogattunk, akik regisztráltatták magukat, és akik jelentkeztek. Sajnos, hát nem úgy mondom, hogy sajnos, már nem lehet rá gyerekeknek jelentkezni. Volt, aki már tavalyi évben föliratkozott. Érdemes tehát minél hamarabb regisztráltatni a fiatalokat és benyújtani az igényt, hogy a következő nyáron itt a Városházán dolgozhassanak és kereshessék meg zsebpénzüket.